Bigámiával vádolták Korda Györgyöt. A mai napig kiváló kapcsolata van első nejével Korda Györgynek. Ahogy felesége, Balázs Klárika első nagy szerelmével is volt annak 4 évvel ezelőtti haláláig. Kevesen gondolnák, hogy a 38 éve együtt élő énekes házas pár. Balázs Klári és Korda György fiatalkorában más-más emberrel találta meg a boldogságot. A nevük ugyanis annyira összefonódott, mintha mindig is egy párt alkottak volna. A 80 éves sármos énekes a katonaság előtt ismerkedett meg első szerelmével, akivel azonban igen rövid ideig tartott a házassága, amiről az Életünk lapjai című könyvben vallott. Az első házasságom csak viccesen nézve volt hosszú. Pontosan 4 hónapig tartott. A katonaság volt mindennek az oka. Azt, hogy pozitívuma vagy negatívuma, utólag már ki tudja, de egy biztos, véget vetett a házasságnak. Vége lett. De nagyon jó barátok maradtunk Kovács Ibivel, mesélte Korda, aki csak egy dolgot felejtett el. Beadni a vállást. 20 évvel később el akartam venni Klárikát feleségül. Bementem az akkor éppen illetékes hivatalba, hogy bejelentsem. Ám ott sajnálattal, vegyes csodálkozással néztek rám. Művész úr, nehogy már bigámiát kövessen el, hiszen önnek felesége van, nézze csak. Felhívtam. Ibikém, van egy kis gond, még mindig a feleségem vagy, el kellene válnunk. A vonal túlsó végén némi kuncogást hallottam, aztán kisvártatva megszólalt. Hova ez a nagy sietség? Balázs Klárinak ennél szerencsésebben alakult az első igazi nagy szerelme, a szintén szakmabeli Balázs Gáborral, akivel annak élete végéig barátok és munkatársak maradtak. Gábor és köztem hatalmasra dagadt a szerelem. 8 évig voltunk együtt. A Periszkóp együttesben léptünk fel közösen. Nem volt zökkenőmentes a kapcsolatunk. Ő a Zeneakadémiára járt, aztán a rádiózenekarba került, sokféle hangszeren játszott és tanított. Ahogy lenni szokott. Később a szerelem elmúlt. Viszont nagyon jó barátok lettünk, mindkét testvér, ami Gábor haláláig úgy maradt. 4 éve halt meg egy nagyon furcsa leukémiában. 4 hét alatt el onnantól, hogy megtudta, hogy beteg, osztotta meg a szomorúan végződő történetet Klárika.